Na, sziasztok srácok, itt Árti és megy tovább a Surviving Mars. Mielőtt nekivágnánk a videó alatt, találtok egy Patreon linket, azt egészen nyugodtan nyomogathatjátok, hogy direktbe tudjátok támogatni a csatorna működését, illetve találtok egy like és egy feliratkozás gombot. A like-ot azért jó nyomogatni, mert megpörrenti az algoritmust és több emberhez jut el a tartalom. A feliratkozást pedig azért érdemes nyomogatni, mert ha összehozzuk az 1000 feliratkozót, akkor minden YouTube bevétel 25%-a egy általatok választott jótékonysági szervezetnek kerül eljuttatásra. Na, hát hol hagytuk abba? Ez volt a marketing szöveg. Hol hagytuk abba? Elkezdtünk ugye itt egy külön kolóniát építeni, azzal a céllal, hogy kitermelünk nemes fémet, vagy ritka fémet. Megy egyszer itt a mesterséges nap projektünk, hogy az áramellátásunkat fixáljuk, és a kutatásra akarok ránézni a föld alatti építkezés miatt. Mert az a célom, hogy ha még nincs, akkor kutassuk ki. A moholbánya, hát azt lehet, hogy mégiscsak pihentetem. Exploit Deepwater, az fontos. Rákutatás és a pénz. Jó, akkor ezt most kukázzuk. A fúziós reaktor az jó, de nem kell. VR workshop nem kell. Ez a lézer, hát a meteor zápor annyira nem szokott minket érinteni. Jó. Nézzük, a robotikánál van-e. Commander építése, dróngyár. Gépalkatrész, azzal el kell kezdenünk foglalkozni. A drónok jobban bírják, az most nem kell. Az se kell, az se kell. A shuttle-ök gyorsabbak. Az majd fog kelleni. Nem kell, az... ez melyik? Az se kell. Ez majd később nagyon jó lesz, de most nem kell. Oké. Okay. Mérnöki ágon hogy vagyunk? Van-e valami, ami kellhet? Nem. Ez sem. Ez sem. Bár mondjuk ez jól hangzik, de most nem kell. Megadóm, az is jól hangzik, de most nem kell. A szemétkő, az se kell. Ezek nem kellenek. Jó. Biotechnikánál van-e valami? Akkor szerintem megcsináltuk már. De azért szeretném ellenőrizni magamat. Szenzortony, szélturbina, deep scanning. Jó, a deep metal és a rare metal az megvan. Nagyon jó. Akkor a support stroutok fognak majd kelleni, jó? Akkor ezek most így mehetnek, mert hogy? Azt akarom csinálni, hogy lejövünk ide és ide elkezdünk egy kolóniát építeni. Hogy itt ezt a rengeteg vasat, ezt ki tudjuk használni. Úgyhogy, hát elég kuszára van feltárva, de... itt van egy szép adag fém, és jó minőségű rare metal. Aha. Resources are low. Tudom, kicsi. Na, akkor a commandert azt leküldjük, és majd ezt rákötjük a vízhálózatra is. Jó, hadd pörögjön. Miből van kevés kajából? Ja, hát igen, mert senki nem az dolgozza, amit kellene neki. Nyilván. Ennek a rakétának miért volt megtiltva, hogy pénzt vigyem? Jégmeteor... ja igen, itt van egy csomó projektünk, 6 officer, scientist... ezt most biztos nem csináljuk meg. 10 drone és 10 machine part 2% vízért.
marsi Yellowstone elszabadítása. De 2% víz az mondjuk mindig jól jön. Kérdés, hogy van-e 6 officerem vagy 6 kutatóm most elérhetőben. 6 officer vagy 6 kutató. Na nézzük meg. 6 officer vagy 6 kutató. Specializáció. Officer. Grayben van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, elvileg van 6 officerem. Akkor. De én most elküldjük a 6 officeres küldetésre. Mehetsz is. Van másik rakétánk is, igen, a Phobos, csak most... Hát mit kéne rendelni? Ez gyenge. Ez jó a gépalkatrész. Az elektronikus alkatrészekkel állunk csehül. Automata ott a képzés. Hát mondjuk azért inkább... Jó, de elmaradjon automatán, csak ezt az officer problémát, ezt... Ja, nem, az a kaja volt. Az... pardon. Jó, ott 3. Az 6. Az 9. Nézzük ide. 12. Anomaly analyzed. Jó, oké, az anomáliát kikutattuk. Hol volt még elfekvő anomália? Itt is van néhány. Aha. Először, kedves Internet Explorer. Nem a Transporter. Explorer. Gyere át ide. Jó. Oké, na, lehoztuk a gépet, ez szuper. Beton. Azt kéne tisztázni, hogy itt mekkora a hely. Csak víz, bár mondjuk a víz az fontos. Jó, ne induljunk el ide lefele. Nézzük már meg, hogy ott lejjebb mik vannak. Mert erre most hirtelennyében nem emlékszem. Egy alagútrendszer van, oké. Egy... Ez itt egy zsákutca, ami itt van. Aha, meg itt van egy beomlott bánya. Uh-huh. Jó. Azt megcsinálhatjuk, hogy ezt a vezetéket ide rákötjük, és rákötjük az áramot is. Elvileg akkor víz és áram alatt lesz ez a készülék. Annyi feladatunk van még, hogy egy depót oda leteszünk. És lift, beállítások,
az Underground. Trónokból minimum. Legyen 10. Mindenből legyen minimum 10. Kajából nem kell. Apul is 10, Bengából is 10. Jó, és akkor elektronikus eszközök. Mag nem kell, exotic minerál nem kell, és waste rock sem kell. Jó, ezekből legyen minimum 10. Jó. Mehet. Jó, és akkor annyi van még. Lerakunk ide egy drónhubot. Jó. Jó. Így akkor most dolgoznak a srácok. We've just confirmed the location of a metal-rich deposit. A drilling accident. Metal deposit. Csak nem tudjuk, hogy hol. Ja, ez, amit most analizáltunk, az a metal depó. Jó, kértek mindent. Explorer taka. Na és most jön a meteor vihar. Jó, szálljon le. Kaja. Jó, működik ez a kajaszarság. Működik. Működik, működik, működik. Működik a fogad? Működik! Sector scanned. Kutatókból jobb vagyunk. Egy anomália. És automatán van a képzés, ugye? Kiváló. Egy plusz töltést ad rá. Akkor azt kell, hogy a vizet rákötjük a rendszerre. Pontosabban a rendszert összekötjük. Egyszer így. Nem! De nagyon bia. Taka. Ne, ne, azt hagyd a picsába. Nem. Na, mindegy. Na, nem, nem így akartam, csak ne lenyomtam. Bocsi. Csórikáim itt pluszba dolgoznak. Until today, again? The only place we'd thought you could find Ice 15 outside of a lab was on an icy planet or a moon. Jó, találtunk jeget. Nagyon ügyes. Ez még némi pénz, most már 1,7-nél tartunk. Szép. Jó, itt megengedjük az exportot. Meteor zápor van. Ki... Ja, most már tart a meteor zápor. Aha, és látjuk, hogy hova pityiripotyirognak? Aha. Én erre azt mondanám, hogy tőlem távolodó irányban mennek. Úgyhogy ezzel most nem izgulnék. Jó. Ezt a srácok töltik. Feszes, de meg vagyunk. Nem minden műszakban jöhet megtanulni, jó.
akkor szóljál, fiam, hogyha tele van. Anomaly found. Jó. Hajjaj, ebből baj lesz. Egy javításokra lesz szükség akkor. Igen, pontosan. Meteor incoming. The analysis tells us that we found iridium-rich sulfides. Jó, a fizik kutatások olcsóbbak. Ezt most nagyon telibe fogjuk kapni. Minden abszolút rossz helyre érkezik. De... bassza meg is mondanám felire. Mit talált telibe? Ezt a meteor záport, ezt most beszopjuk. Felénk jön. Az kínos. Az kínos. Meteor incoming. Jó, az Explorert azt mentsük meg. Ezt most akkor kivárjuk, srácok. Aj, szegény drónokat telibe fogja verni. Igen. Igen, drón 1 kapta. Drón 2 kapta. Meteor incoming. Hát szerencsére átfedésben vannak. Csak nincs nyersanyagom hozzá, mert ehhez szegény lift elektronikus alkatrészek kellenek. Jó, akkor nem húzzuk tovább az időt. Nem fér bele. Így, 30-30 mindenből. Jó. Akkor ezt most így elindítom. Jó, hát lesz minek megpörgetni a kutatást, csak ugye az a probléma, hogy ez sajnos pont a létező legrosszabb helyekre zuhan. És ez most emiatt kiesik. Ó, te jó Isten! Szegénykém, az összes trón meg fog halni. De, csak egy. Az mázli. Jó. De hát addig a... biztos, hogy nem fogjuk hazaengedni a... Az is meghívásodott? Szóval biztos, hogy nem fogjuk hazaengedni, vagy felhozni a felszínre a... A kutató... Hogy is hívják ott? Commandert. Hát ja, itt a Benga készlet az kipukkant. Meteor incoming. Hova? Jó, igen, ezek létező legrosszabb helyekre fognak becsapódni. Akkor mégiscsak fog kelleni ez a support. Mi ez a léze? Ez a felrobban? Nem! De igenis felrobban. És ez már meg is sérült. Na ez a baj, hogy 5 polimer kell hozzá. Na ez most feszes lesz. Ez a meteor zápor, ez a létező legrosszabbkor köszönt be. És mindenképpen fel kell hozni a commandert, mert ott a központ is sem működik. Ez ki tudná pakolni? Nem, akkor itt fogunk leszállni. Itt fogunk leszállni vele. Még meddig tart? Egy nap 4 óráig tart még, aha. Meteor incoming. Jó, Istenem, ne folytsd meg, uram, ne kínozd. Jó, az áramtermelésünk az helyreállt. Az USA adott nekünk 500 milliót. Jó, srácok, hát feszes. Na megint nem egy easy game. Sector scan. Hát lehetne easy, de most egy kicsit szívunk. Van 2 sérült hubunk, amit nem hubnak hívnak, hanem egy másik szót keresek, csak idióta az ascendensem, és nem itt eszembe a szó. Az ott nagyon rossz hely. Ez most le van állítva, ugye? Igen, nagyon jó. Ázli.
Jó, hát a hajót azt töltögetik. Ez jó, ez rendben van. Na jó, hát ezt először éljük túl. Oké? Okay. Most először túl kell élni. Az is megsemmisült. Meteor incoming. Meg 13 óra. Aha, az rossz helyre vagy. Ajjaj. Na, kínos, kínos. Itt van egy szivárgás, igen. Meteor incoming. Na, pakolják ki azért. Jó, az nem baj, annak nem kár. Ezért nem kár. Ez már megjavították, ugye? Ja, ott a fuel. Üzemanyag bunga pattant el. Ott van egy. Itt is van egy. És ott is van egy. Jó, hát van néhány szivárgás. Jó, a vihar az meteorzápor legalább elvonul. Ez úgy, ahogy te örömteli. Jó, túléljük. Research complete. Jó, a mélyvízi kutatás az megvan. Most jön a rák kutatás. Az hogy állunk? A negyede már megvan. Na, srácok, javítani nem kéne? De, jó, rendben, csinálják. Bele kéne húzni, hogy állunk? Áramból jók vagyunk. Oxigén jó, víz jó. Oké, akkor azért megmaradunk. Ez most már nem kell. Jó, akkor ezt túléltük. Tapsvihar. Jár a pacsi. Túléltük. Jó, akkor nem kell felhozni a Commandert mégse. Ez szerencsés. Anomaly analyzed. És az év harmadánál tartunk. Nagyjából, sőt, kevesebb, mint az év harmadánál. Tehát olyan, mint hogyha még csak ilyen február vége lenne kb. Meteor incoming. Jaj, de jó, hiányozta is. Jó, azt még töltögetik. Jó, minden működik? Mi nem működik? Egy drónháv és egy akkumulátor. De ezeknek nem is kell. Ja, meg itt a... Ja, itt javítani kéne a... Az egyetemet. Are low. Jó, azt az űrhajót, azt ne pakoljátok, ezt töltsük meg először, jó? Haladjunk szépen sorban, mert már megint kifogytunk a mindenből is. És így soha nem fogunk elkészülni semmivel se. Ennek is karbantartás. Anomaly analyzed. Remek. Ezt is karban kéne tartani, különben nem lesz ebből semmi. Kaja már megint. Na, ezeken a pontokon például nem kell kaja. Ott lehet. Ott is. Ott is. Ott is. Oké, itt nem kell. Jó, itt se kell. Research complete. Na, rák ellenszere. Mindenki büszkén húzhatja ki magát a Marson. Hatalmas büszkeséggel, igen. A következő 5 szorra
a rák elleni harcban győzelmet aratunk, az emberiség felfedezte ennek a szörnyű betegségnek az ellenszerét. De nem fedeztük föl ennek a szörnyű betegségnek az ellenszerét, de hatalmas előrelépést értünk el. Kolonistáink büszkék, hogy részesei voltunk ennek, plusz 10 morál mindenkinek a következő 5 szolra. Jó, és akkor a rákutatás pipa, ezek a pénzes dolgok kellenek. Igen, támasztó pillérek, azt akartam. És az underground, föld alatti shuttle hub, az is kell nekünk. Jó, hogy vannak az űrhajók? Ez készen áll, üres, remek. Ez készen áll, mindjárt megtelik, nagyon jó. Sector scanned. Oké. Okay. Nézzünk le a föld alá, hogy állunk itt. Beton kéne. Mit adtam meg a betonra? Az, hogy abból is kell 10. Jó. Amikor be van kapcsolva, autentikusan kéri a nyersanyagokat, a prefabokat. Jó. Kiváló. Ez így jó, mert ehhez kell nekünk vas, meg egyéb hasonló nyersanyag ide lentre. Akkor ezek majd jönnek maguktól. Azt mondja... De ez most működik. Ja, elektronikus alkatrészt nem tud leküldeni, mert hogy nincs. Jó, jó, megvárjuk, hogy meglegyen a 30 jól. Jó, nagyjából ugyanazokat kéne megint kérni. De ez csak 500 milliót fog nekünk kérni, ez a kutatás. Nem baj, az is több, mint a semmi, mert azzal úgy összesen már 1 milliárd lesz. Plusz, hogyha ezt hazaküldjük, akkor ez 660 millió, 1,6 millió, tehát kb. Egy ugyanakkora. Ja, nem, sőt, 25-öt ér egy. Akkor 10 az 250, 500 az 750, akkor 1,7 millió környékén lesz ennek a csomagnak az értékével együtt. Bevételünk, ami jó. Ezek a meteorok nem bírnak magukkal. Jó, Internet Explorert ide lezavarjuk. Azt mondja, hogy lássuk a dolgot. Összesen 6300-ba kerül. 1200-at hozunk össze naponta. 6300 teljes költsége, most tartunk 41%-nál, 6300-nak az 50%-a, az 3150, tehát kb. 3000, 2900 és 3000 között lehetünk valahol. Ha ez ad 1500-at, akkor 75% környékére fel tudunk ugratni. Ha a kutatást fog adni nekünk. Abban az esetben. Na, mindjárt kiderül. Ez megtelt nagyon jó. Itt is bekapcsoljuk a profitot. Tűkönülve várom, hogy mit fog adni. Faszom, kaját mindenképpen kell rendelni, basszus. Ezek a kis pupákok nem termelnek kaját.
Gépalkatrészből jók vagyunk, ezek az elektronikai cikkek zavarnak engem. Breakthrough discovered. Marsi diéta. Egy új áttörés. Minden kolonista 25%-kal kevesebb kaját fogyaszt. Hát... Hú, várj, ezeket nem vettem észre. Hát de ezt gyorsabban megy oda-vissza a rakéta a földre, és 25%-kal kevesebbet fogyasztanak az embereim. Hát nyilván, nyilván azt fogjuk csinálni. Haló? Hát hogy a viharban, ne? Na, befejezted? Akkor ezt kutassad ki? Új technológiákat fog az adni nekünk. Jó. Azért ennek a meteorzápornak megvoltak az előnyei. Jó. Ez félúton van a föld felé. Ezt meg tankoljuk. Remek. Elektronikus alkatrészek kellenek oda. A lift az kiakadt azon, hogy nem tud elektronikot vinni? És más nem akarsz a helyében levinni? Na, pedig a betont azt vihetnéd úgy igazán. Resources are low. Tudok róla, drágám, tudom. Jó. De az áramunk az gyűlik. Fentiek nem működnek, oké. Okay. Van valahol egy drone hub még, ami ne... Ja, ez nem megy. Á, mert azt is szervizelni kell. Oh boy. Akkor ez soha nem fog megtelni. Na, hogy állsz szívem? Mondj valamit. Bármit, akármit. Funding received. Anomaly analyzed. Na, 1250 kutatást ért nekünk. Jó, látunk új anomáliát? Nem. Sector scanned. Jó, 1,3 meg 500, akkor 1,800 lesz. Oké. Okay. És gépalkatrész kell. Meg kaja is. Nem, most meg jó volt. Most meg jó volt a termés. De jól megy a képzés. Na jó, kargó raketta. Ne, pont nincs ráig. Akkor drukkoljatok. Akkor drukkoljatok, fingers crossed. Mondanám. Na, kösz. És most küldött pénzt a szponzorunk. Az de cumi. Jókor. De várjál, ez föl van tankolva teljesen? Az Apollo 11 az küldetésre kész. Akkor ezt a... Ami Apollo 13. Igen. Akkor küldjük el oda. Pedig legyen valami hasznuk. Kicsit kellett volna várni. Most már mindegy, most már hagyja. 29 nap. Ez nagyon sok, várjál. Sector scanned. Meteor incoming. Jaj, jó, akkor az mindegy. Már megijedtem.
Hú, oda is. Befukkant egy itt lentre. De itt milyen jó ez a víz lelőhely. 100, 200, 3, nem, 200. Anomaly analyzed. 311 ezer. Hát ez mekkora királyság már? Urá, már csak 26 nap. Akkor ez volt az, amit összehoztak új technológia címszó alatt a srácok az űrben. Azt mondja, ez egy áttörés, de nincs rá pénz. Az nem igényel, nem szükséges. Ez a 2 milliárd, ez jó lenne, de ezt most nem tudjuk megcsinálni. Hát ezt se tudjuk meg. És 400-ért az tökre nem éri meg. Ehhez meg nincs elegem. Jó, akkor ezt most hanyagoljuk. Jó, és az Unleash Martian Yellowstone, akkor ez a kettő, ez most parkolópályán van. Jó, mind a kettőt itt fogjuk leszállítani, mert ott lesz rá lehetőség, hogy újra töltsük őket, stb. Oké, okay, akkor az egyiket újra töltjük, belepakolunk X mennyiségű nyersanyagot, hazaküldjük, eladjuk. Mind a kettő így száll le, az tiszta sor. Az nem igazán kérdés. Sector scanned. Nagyon jó. És beton. Jó, a srácok, tessék takarodni, kutatni. Na, 19 nap, jó. Jó, és ezt igen, lehet is profitra tölteni, pontosan. Jó, jó, nagyon jó, jó, jó. Ezt inkább ne töltsétek meg. Az Apollo menjem. Resources are low. Tudom, drágám, nem kell mondani. Azt akarom most megnézni. Ja, elvileg intézi azt az egy darab elektronikot. Le is vitte? Mire pár? Végre a vas. Úgy néz ki. Már ez lenne a high priority, de mindegy. Jó, most tulajdonképpen csak a vasat várjuk. Ah, ez! Research Progress, igen. Resources are low. Álljon is meg a gyászmenet. Igen, mondom, Forbidden. Itt is Forbidden. Jó. Na várja. Itt van egy anomália. Először akkor ezt taka kikutat. És elvileg a Deimos és a Phobos, bocsánat, a Phobos és az Apollo is elérhető. Tehát erre
Elküldjük Phobos-t. Jó, ez kutatási progresszt ad nekünk. Erre elküldjük Apollót, ez nyersanyagot ad nekünk. Jó. Kiváló. Hol jársz, kis tökimöki? Tökimöki nagyon messze jár, semmi baj nincsen. Jó, mert kutatási előrelépést kapunk érte. Elvileg nem lehet, nem ugorhatott meg nagyon a fogyasztásom, szóval jónak kéne lenni. Kaja. A kaja, abból baj lesz. Lehet, hogy abból az 1 milliárd kaját fogunk most hozni kényszerből. Legyen az. Igen, mert a többiek azok kávé jó, de inkább most behozok annyi kaját, amennyit tudok. És addig se kell a nyomorultakon idegeskedni. Jó, ennyi, 200 kaja, ez a max. Csa, remek. Mert hogy... Tessék lemenni a szavapsorba. Így. Itt, hogyha ez összejön. Leszállítja a lift nekünk mindent, amit kéne. Vasból nulla van itt. Most ide lent van elvileg 36. Hát nem, egyáltalán nincs 36, csak ami... ő arra gondolom, hogy szét van szórva a térképem. Akkor ezt fölvisszük 50-re. És ezt is, hogy fentről akkor hozzanak le. Felszínen, mi van a vassal? Mi a gevasz? 1,6 a termelés, 1,6 a termelés. És szemét lerakó. Az is megtelt. Akkor ide is még egy szemét lerakó. Jó, dolgozhattok 3 műszakban. Így. Szóval nagyon jó. 1-6-2-3, kiváló. Azt mondja, hogy... Jó, nagyobb a... Hogy hívják ezt? Segítsetek már. Több kutatási pontot generálunk. Igen, erre gondoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szép, köszönöm szép. Ez megy az anomáliához, és ez is megy az anomáliához. Oké, betankolt, elindult. Még 3 benga kell neki, aztán betankol, elindul. Itt már megint mi a gebas? Az, hogy nincsen vas. Igen, az egy gebas. Jó, de 2-4 és 1-4, ami 3-8 a termelésünk. Kár, hogy 14 hét kéne a... karbantartáshoz. Igen, ez egy... Ez egy probléma. Ez is egy probléma. Talán leszek hamarosan vasat is kérni. Anomaly analyzed. Ah, plusz 3000 research point, ez jó. We have a food shortage. Adjuk már, ez kamu, bazd meg. Kamu. Kamu ez az éhezés, ez bullshit. Ezt nem veszem be. Gyerekek, nem. Ez kamu.
Kamu. Liar, pants on fire. Anomaly analyzed. Na, tessék, buszfas. Na, várjál. Jó, ott le lehet, mert csak a napelemes piszkos nem működik. Mondom, nem veszem én be ezt az éhező árvás kondulát. De nincsen food shortage, ne basszál föl, gyermekem! De nincsen food shortage, ez kamu. Bullshit. Hát és az engem hol érdekel, hogy inaktív work shift? Annyi kajánk van, mint szaron a légy. Legyen jó. Oké? Okay. Itt pontosan forbidden, az nagyon jó. Ez forbidden, nagyon jó. Jó, Deimos, Apollo, Phobos, nagyon jó, kiváló. Akkor csak is kizárólag a Deimost töltjük meg eladandó áruval. Van 11, az remek az 22, telecuccoljátok, awesome passam. Nincsen food shortage, nem jössz itt a hülyeségeid, de... We have a food shortage. De nincsen. We have a food shortage. Oh, jó, akkor van. Tudod mit? Akkor van. Mindenki éhezik. Hamarosan fölfalják egymást, és lerendezik az éhező kiadalának a valóban éhezős verzióját. Van food shortage akkor. Jó, ezt meg itt egy kicsit újra gondoljuk, mert uff, azt a seggetekbe itt az önállóskodással. Mérnököket nevelünk. Jó. Nem játsszuk ezt a baromságot, nincs mérnök, nincs pénz, csóróságban meghalunk van. Na! Személyes tér! Jó van, rendben legyen. 16 csövessünk. Egy személyes tér, anyád egy személyes tér, te vagy egy személyes tér. Azt mondja, hogy... Melyik ez a legolcsóbb? 16 csövesen van? 13. Akkor Living Complexből kapnak kettőt. Aztán legyetek boldogok. Ez most a legmegengedhetőbb lakhatás számomra, mert minden mással csak szarul járok. Ó, nincsen Doki néni, az kínos. És hol van innen a bölcsöde? Hát ezek szerint elfértek. Interesting, de oké. Kettő egész. Marad csöndben. Ez még kevés. Ez már kevés. Ez még kevés. Oké. Jó. Milyen más küldetésekre lehet elzavarni a kis drágáimat? Hát ez biztosan nem fog megtörténni. Ez sem, mert annyira nem számít. Igen, az Exploderes, az jó. Három officer unknown. Na, hát akkor öcseim, a Deimos fedélzetén vár a nagyvilág. Itt pedig a Phobos fedélzetén vár a nagyvilág. Sector scanned. Jó, és akkor ide megengedjük, jó? És akkor átpakoljátok A-ból B-be, oké?
Ja, meg az a 148 kaja, hát igen, azt sem tudjátok voltam. De mondjuk ide tudjátok. Na, elfér. Usa küldött pénzt, nagyon jó, very nice. Tankot csülni, és thank you very much. Jó. Összeáll ez, mint a guano. Csak az anyám úristenért nem csináljátok már meg, mert most mi nincsen? Vas nincsen még mindig, ugye? Vas nincsen még mindig. Anomaly analyzed. Jó, 3000 research point, azt köszi. És a másik küldetés sem. Resources are low. Tudom, itt például mindenki el fog halni. Nincsen vas a karbantartása. Na, ezt most állítjuk meg, ezt a baromságot. Megint a kukázások éveit éljük. Szomorú, szomorú, szomorú. Hány drónunk dolgozik itt? Csak 4. Rendezzük ezt újra egy kicsit. Úgy köszöntöm. Jó, az meg szálljon le. De elég 8. Úgy. Egy kicsit újraosztjuk a drónokat, mert ennél sokkal sürgefürgében kéne tudni ezt itt kibepakolászni, srácok. Mire kipakolják, a három officer meghallja magát. Azt én azzal mit csinálok? Unload. Nem? Úgy értettem, hogy mindent oda le lehet adni. Jó, na ezzel még mindig nem haladunk, mert még túl sok vasat enne meg a történet. Az a baj, hogy másfél termelés, 2, de a karbantartás az meg 12-4-be fáj. Na, ez egy probléma. Ez megy az anomáliához, nagyon jó. Simán csak mennél? Ez meg mindjárt megtelik. Itt mi a probléma? Még mindig a kaját pakolják le, hihetetlen. Resources are low. Te vagy egy resources are low. Hol hagytam azt a hitam? Ez az, itt hagytam. Jó, igen. Gyere el kukázni. Itt guberálj el egy kicsit, jó? Úgy is van. Na, polimert is kukázhat, az nekem csak jó. Na, hol van itt a vas? Ne idegesítsél ma, hogy ide nem potyogott vas. Töltsétek meg, srácok, gyerünk, az idő pénz, a pénz idő.
tetszik. Jó, de az legalább már az anomáliánál tart. Na jó, mi a kotta? Mi van? Jó, ezt takarod innen. Hoppá. Dehogy, kivesszük a vizet, hát research. Research, 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 always, és jó research. Tele van már? Kész vagyunk már, főnök? Hadd menjen már ez a nyomorult. Gyerekek, akarja valaki ide hozni ezt az utolsó fél szemszakot. Jó, most állunk meg. Jó, már bevillant, hogy hülyéből vagyok. Ide nem kell. Idesekkel. Azt mondja, hogy idesekkel. Itt elég. Az egyiknél van. Jó helyes. 30, kiváló, takar. De, nem baszakszom, nem, semmi bukaskodás. Jó. Ezt is meg lehet tölteni. Oké. Nézem, hogy hova potyogott sok metál ide. Úgy, asszat szedd össze. Nagyon jó. Jó, akkor mi van? Tudom én, szálljál le. Majd, ha megtelt, akkor. Csak egy darab vas kell oda. Ez egy mély színi fúrás, pontosan. Jó. Visszezem, tágulj. Okay. Na, a felszínre nézve ez azt jelenti, hogy... Resources are low. Orphaned. Miért árvoltatok meg? Hát... Csókolom, hiányzik a vezetékből. Funding received. Mi történt a vezetékkel? Megette a rost a manó, vagy mi? Jó, ott is van. Jó, hát ez izgalmas volt.
az még messze van. Ja, akkor egyszerre egyet töltünk meg, jó? Na. Elvileg az áram az föl lejár. Elméletileg az alagsorból fölfele is kell menni áramnak, ha már össze van kötve, nem? De ott van Power Transferred 32. Resources are low. Itt van. Elvileg. Na igen, csódikáimnak ezt a butaságot meg kéne már építeni az illetékeseknek. Majd valaki ugye jön, ugye? Onnan jönnek, nagyon jó. Ja, gondolom betalált egy aszteroida. Jó. Ez ugyebár nem szállít. Ez meg még sehol sincs. Viszont... mindjárt bejön a 2 millió. Milliárd. Gépfaktori, és akkor utána rakettek gyorsabbak lesznek, kolonisták kevesebb kaját esznek, és kutatást is megperrentjük. Jó, jók jönnek most, jók fognak jönni. Sector scanned. Nagyon ügyes. És nekünk. Ez 5, ez jó. Ez még nem telt meg. Polimer. Az kevés a polimer. Ebből baj lesz. Az is kevés. Ez tulajdonképpen egész jó a gépalkat, az elektronik termelésünk. Research complete. Kész a kutatás. 3,4 milliárd. Na. Apollo. Még 8000 kilónyi. Még 2. Na, ez meg 5000. Gépalkatrész lesz, mert polimert azt tudunk gyűjteni a pályán. Olyan kis genyócák, hogy utána küldik el, hogy ja, amúgy tessék, itt van pénz. Jó van, trükkös kis genyócák, trükkösek. De hova a rákba raktam én le a bölcsödéimet? Hol vannak nevelve a puják? Ott egy, oké. De itt nincsen pulyka tojásszálló. Így a kis csirák hol fognak lélegezni, meg létezni, meg ennyi dolgokat csinálni? Halló?
ez olyan jó. Igen, az nem kell nekünk. Az én vagyok. Azt mondja, ezek vanok, de nem. 2 milliárdért igen, de ez a 30 elektronik és az 50 vas az nagyon-nagyon hiányzik jelenleg. Szóval ezt nem csináljuk. Ezt a küldetést nem csináljuk. 17 embernek van még hely. És mennyi mérnök kéne nekem? Még 13 mérnök kéne nekem. Vasat keresek. Na, esetleg nem értenétek, hogy miért, mit bénázok. Op. Ez itt az, ugye? Nagyon jó. Mi megint a rakétát, gics legyen valami ellátvány. Jó, ezt bekapcsoljuk, ami kellhet még bele, azt kezdjétek el tölteni. De az a 300 polimer, az húzós. Jó, azt töltödik. Nézzük. Funding received. A vízprodukció az 11,5 a felszínen. Többlet vizet azt nem küldöm föl. Resources are low. Ez most furcsa nekem. Pucoljátok ki? De el kéne férni ennek. De el kéne férni ennek. Úgy is van. Ehhez mi kell, beton? Beton és vas. Ez a beton meg polimer. Szóval szerintem többlettermelés van vízből összesen. Nem centire annyi, amennyi kell. És kéne, hogy növekedjen az ellátottság is. Na de. Ez az lesz el. Jó van, pakoljátok. Ezt hogy nem, hogy az anyámban nem tudták még mindig megszerelni.
Mi van? Hát az hogy? Ó, te magasságos, mert az is lerohadt. Nagyon jó. Oké, akkor nincs mese. Resources are low. Tudom, szívem. Muszáj felvinnünk. Hát így különben halál lesz. Ide. Sector scanned. Jó, ezt itt le is dobhatod. Értem, karbantartás miatt ugye nem tudsz. Jó, dögök meg kell lépőznek. Szóval senki nem tudta intézni a karbantartást, és ettől földbe állt a cucc. Tömörítve ez a lényeg. Jó, oké. Tudjátok mi, de az, ezt ne pakolják, mert annyira kiesik ez a mindentől is. Forbidden Valfall, nagyon jó. Oké, itt automata a képzés, az jó kis. Itt nyilván mérnököket képzünk, mert ezt el kell látni. Van Ovi, remek, van egy puja, van iskola, és mérnököt csinál belőle, remek. Hogy vagyunk? Jó, nincs üres rezidentál. Van két szeniorunk, azok meg meghalhatnak. És oda kilátások, mi? Igen, mielőtt még teljesen megcsúszunk, ezt meg is állítom. A polimer termelésünk még nem elég stabil. Resources are low. Jó is a vázs. Tudom, jövök. Majd szedjed. Gyűjtögető életmód. Ezzel itt ezzel mi van? Nem kell. Ezt az egészet szüntessük meg. Nem kell az. Ezt onnan el is lehet hozni, az már nem... Az egész nem kell már nekünk. Úgyhogy, Commander... Hát mindent meg lehet itt szüntetni. Jó, az nem kell. Nem kell. Hello! Szétesett a dózer. Oké. Oké, I guess. Ja, Istenem gyermekem, ne legyél ilyen kis szerencsétlen. Csak találsz itt vasat valahol. Amúgy meg, hol vagy? Megárvult drónokat törölhetjük is. Resources are low. Úgy. Nagyon jó. És akkor most csinálunk egy olyat. És beállítom nullára. Reményeim szerint a
összeszedik majd innen a mindent is, és eltüntetik. Oké, okay, hogy vagyunk? 21 embernek van hely. De el kellett gondolkoznom, hogy hívják azt a létformát. Na! Hát lássuk, turista az nekünk nem kell. Tudós az jó. Botanikus, mérnök, geológus. Huszonegy. Jó. Oké. Na, hogy állunk a kiürítéssel? Pakolják ki szépen, pakolják el szépen a cuccot. Ez engem nem izgat, hogy túl messze van egy működő drone commandertől. Na, mi van? Van egy árvaság? Hát akkor neked gatya. Resources are low. Szavasat pakoljátok a helyére. Megvagytok? Jó. Akkor bezár a bazár. Így is lehet. Végül is van ennek így értelme, hogy ezt ott hagyom. Tulajdonképpen, ja. Nem töltöm a jól föl az áram. Mitől megnőtt valami ilyen szinten a fogyasztás? Még ez nincs rajta a gridem. Research complete. Jó, szuper. Pörgessük meg így ezzel egy kicsit. Készen a 3D nyomtatás. Na, most jön az, hogy gyorsabban utaznak oda-vissza a föld között 50%-kal a rakétáink. Az mondjuk jó lesz, az nagyon jó lesz. Veled mi van? Te nem viszel semmit, jó. Veled mi van? Te Majdnem elhittem, de kiderült, hogy amú. Ezt a föld alatti vasbányászatot kell megoldani. Milestone achieved. Resources are low. Ja, vagyunk 100-an. De. 1000 science-t kaptunk érte. Jól mondjuk. Profit forbidden. Csak a két rossz küldetés van. Jó. Na akkor te, drága Apollón, te oda-vissza fogsz járni automatikusan. Deimos neked tilos. És Phobos neked is tilos. Jó. Most Apollo automatikus úton van. De ez azt jelenti, hogy legalább egyet haza kell küldenem. Hogy legyen kitől... Igen, ennyi. Hogy legyen kit visszarendelnem. Mert most mind a három rakéta itt van. Ha ez oda-vissza jár, akkor ő nem fog tudni nekem nyersanyagot hozni soha.
ami nem lesz jó, mert fog kelleni nyilvánvalóan nyersanyag. Na, mi történt? Meteor incoming. Ja. Az mondjuk igen. A forgószél elvitte a vihart. Meg a transportert is. Nagyon jó. Na, hogy állunk? Resources are low. Ez itt rendben van. Most meg kell találni, és ebben van víz bőven. Meg kell találni, hogy hol van itt a vas. Commander. Shepherd. Irányoz a világ. Megy haza. Na, jó, azt automatikusan megtöltetik, akkor megy majd. Na, de most halóka! Shepherd, sipírc vissza! Nem úgy volt, hogy megtölted? Javítod? Valami? Más egyéb szavak? Azt hittem, hogy megszereled magadtól. Itt is le lehet menni a mélybe. Tessék megszerelni. Meteor incoming. Na, helyes. Ezt nem kaptuk el elég gyorsan, nem tudom hova incoming. Jó. Szóval Shepherd irány az alaksor, Explorer szintén irány az alaksor. Mi? Halló? Nem. Shepherd, te annyira nagyon fasz vagy. Jönjél vissza. Hű, te. Te sipírc onnan. Ti ide tartoztok, jó? Úgy? Köszönöm. Jól van. Hülyesen bőrt. Játssza itt az eszét. Jó, ez mindjárt megtelik, és akkor megy. Na, én lemennék az alaksorba. Szabad? Resources are low. Tudom, mert ez most nem az volt a kérdés. Hanem az, hogy erre fele mi van akkor. Egy beomlás. Uh-huh. Na és hol van? Van egy ilyen skill. És meg is van. Könnyebben eltakarítjuk a beomlott részeket. És az alátámasztást. Nagyon jó. Oké, akkor addig Plan B. Ne, itt vas van. Úgyhogy menjünk oda először. Nézzük meg, hogy oda hogy jutunk el. Aha. Ott volt egy omlás. De itt, ha jól látom, semmi nem sérült meg.
Aha. Az a bánya, amivel legutóbb jártunk, talán emlékeztek. Az elég szépen beomlott. Na, hát gyermekeim, akkor lehet takarítani. Azt is. Jó. Ott is volt egy, azt is. Jó, ez itt egy egész jó helynek tűnik. Van itt víz, értékes fém. Ez egy egész jó kiindulási pontnak ítélem meg. Akkor a következő rész az lesz, hogy itt takarítani kell majd. Ezt már szedik. Nagyon jó. Jaj, mi történt? De nincs helyem ennyi menekültnek. Szert... Jó, 10. Ez most nem izé xenofób vagy valami, nem a menekültekkel van a bajom, hanem hogy nincs hely. Csókolom, tele van a pecó. 10-nek, 5 embernek van a helyen nagyon maximum. Jó, akkor ezt levontjuk. Aha, nyilván az, ami polimerbe kerül. Jó. Oké, akkor ezt most... Vegyük vissza ezt a lebontóst itt. Polimerem meg nincs. Majd, hát csak a baj van itt mindenkivel. Kivisz a plazma raketta is. 5 nap a marsi diéta. Jó. Összesnek az undorító perverzióit. Milyen gyorsan ér oda? Az a kereskedelmi rakéta. Jó gyorsan jön. Oké, rengeteg polimert kell rendelnem. Igazából minden, tehát egy szokásos nagyobb kört lehet intézni. Hol van a polimer? Várjál. Funding received. Szuper. Az ott kb. Kb. Jaj, de most már vannak renegátjaink is. Ott nincs. Ott sincs. Ha ennyi menekültől nem lesznek, akkor semmitől sem. Jó. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Vasat hozzá, így. Jó, a srácoknak ki kell bírniuk 117 órát, mielőtt gatya. Így a feladat az az,
Ugye ennek 117 órán belül ide kell érnie, de szerintem ez egész jól fog menni. Sector scanned. De mit csinálsz? Parti állat géniusz, kikutató, és egy botanikus guru. Fancy. És akkor 117 óráról indultunk, akkor mindjárt kiderül, hogy mennyi idő alatt érkezik meg. Ez elég gyors. 10 óra. Az szép. Jó. Azért a fönti pályára, a fönti helyre raktam le, mert így gyorsabban kipakolnak a drónok. New colonists have arrived. Ja, hát nyilván apartmanokat fognak kapni. Nem a legjobb, de a kutyát nem érdekli, hogy jó vagy nem jó. El kell tudnom rakni 17 embert, és ebbe 24 fér. Úgyhogy azért lett ez. Jó. Legalább az egyetemeink tele vannak, és a pszichés átnevelő tábor is tele van. Jó, ez marad, ez marad. Helyes, ezt készítsük elő az oda-vissza útra. A raketta meg eltűnt. Még a színes filmet se tudtam kiszedni belőle. Kösz, kösz, kösz. Jó. Na ez a gebasz megoldva. Marsi diéta az nagyon jó lesz. És akkor jön majd a kutatóintézet. Az összeomlott tunnel megoldása, és még a föld alá, gyere levele, levele a föld alá, a shuttle-t leépítünk. Veled utazik az az ilyen, resources are low. Gyere levele, levele a föld alá. Na, akkor itt most takarítunk, jó? Ez így a feladat. Nézzük meg, hogy ha itt van egy beomlott tunnel, jó, az majd jó lesz. Ezt is lehet kutatni, ezt már elindítottam, hogy csinálják, azt is. Ott van még némi beton. De. Jó. Ezt mondja a commander. Commander fáradjanak oda, ez fáradjanak ide, így, ez ide, ide, úgy, érünk srácok, mozgás, mozgás. Sün. Jó, ez itt egy jó barlang lesz, meg azt szedjétek szét. Jó. Jó, takarítást kérünk a hármas izéhez. Nem, oda, úgy. Könnyített meg a dolgát. Így. Két, egy kicsit kitakarítjuk a padlót.
is. Jó. Annyiban megkönnyítem a dolgokat, hogy ide egy dumping site-ra le lehet pakolni mindent. Jó, így kipucoljuk most ezt a részt, és lehet ide nyugiban építkezni. Hát igen, itt az ametiszt barlang az rendesen beomlott. Na lássuk. Mi sül ki ebből? Mert akkor elkezdünk ide építkezni. Lendületesebben. Itt 11,4 oxigént termelünk. Osztasz miből? Hogyan? Miből? Az áram production meg miért nulla? Ne kérdezgessek ennyi hülyeséget, ugye? Mindig ezzel jönnek mások is, hogy jó lenne bekussolni, de hát látjátok. Na, kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerül ezt letisztítani. Reményeim szerint annyira, hogy építkezni lehessen oda. Mert végül is itt is működött. Na. Ez így vállalható. Jó lesz ez. Nagyon jó, szép, sima, tiszta. Még akkor annyit kéne, srácok. Azt kéne megcsinálni. Meg azt. Elér odáig? Gyere át inkább kicsit így. Jó, eléri. Remek. Oké, Doom. Tudjátok ugye, hogy hol van akkor a hiba a Matrixban. Szóljon a királyot, hogy hol a hiba. Kénytelenek leszünk fölmenni az űrbe egyszer. És legalább 5 exotikus minerált szerezni. Na jó. Ez egy érdekes beomlás itt. Ez így. De én nagyon lazán átjöttem rajta. És hát csak ezt tüntessétek el, mielőtt megint bevágolvai valami. Oké. Okay. Azt mondja, hogy...
dróntól túl messze van, az oké, az most nem is nagyon érdekel. Így. Áram. Oké, ide egy drónhábot akkor lerakunk. Kell akkor nekünk egyszer egy nyersanyag. Universal depó, csak így átmenetibe. Jó. Na nézzük. Akkor ide kell lerakni a következőt. Az a kérdés, hogy hogy tudom elvezetni mellette a vizet. Így simán. Jó. Oké. Drónhábok össze nem érnek össze. Akkor... Hát a peremvidékre... Meddig ér ez el? Várjál, a probléma az az, hogy ez csak eddig ér el. Akkor ide a sorokba. Jó. Megfelelős kábelok. Ezt annyira szeretem, hogy a kábeleket lehet instant a vezetékek alatt futtatni. Ez annyira jó. Így, beköt, kész. Oké, ide akkor kell nekünk még szintén egy depó. És kell nekünk még egy depó. Oké, így elvileg, ez most fel van fűzve láncra. Kérdés, az a Stroutokkal van, de az még nincs kikutatva. Csak a diéta készült el, aha. Research complete. Jó, ez így meg lesz. Viszont így a lenti áramfogyasztásunk az szerintem meg fog ugrani. Sector scanned. És nagy egészében nézve. Hát, fent nagyon csak áfával vagyunk jók. Elérhető rakétára. Az meg még nem ment haza. Az Internet Explorer-t meg nem hagytuk az alaksorba. Nyilván. Nem látszik, de gondolkozom. Ez a 277, ez jelenleg határeset. Ezt muszáj haza küldenünk üresben. Hát ja, csak ez a két butaság van, de ezt nem éri meg jelenleg nekem. Jó, hol vagyunk még? Ezt sem tudom elérni. Jó, mit kutatunk ki akkor most? A zero gravitációs butaságot. Oké.
Kénytelenek vagyunk pénzt kutatni. 24 000, az sok. Elon Musk, az is mekkora ére tardált lett, hogy meghűlt, meg idióta félkegyelmű. Jó, transport. Ide hogy nem jöttél át? Tehát ez olyan minimális táv. Na úgy, öcsém, de ezt igazán lejárhattad volna magadtól. Hol van az anomália? Ott van. Jó, akkor a Windows Explorer-t felhúzzuk. Na ez egy kicsit zavar engem, hogy nem látom, hát hogy jó, Shortage az very much is dankesülnek. Tényleg oda meg vissza 16-szor, de... Mihez képest? Én úgy hiányolok némi nemű információt, hogy Shortage. Nulla a termelés, nulla a fogyasztás, nulla a tartalékoltáram. De igazából nem, mert hogy minusz 152 a discharging, mert hogy annyi a fogyasztás. De itt meg 60 a production és 18 a total demand. Vagy ugye mivel rá vagyok kötve a felszínre, ezért azt is mutatja most már, hogy a felszínnel sector együtt. Scanned. Tehát a kérdések. Explorer taka. Na, te nagyon hülye, gyere ide. Ez a szar. Hadd pakoljál a minden. Így. Akkor azt össze fogják szedni. Reményeim szerint. Szükséges javításokat bízzunk benne, hogy elvégzik. Repül erre felé bárki? Nem, de ezt össze lehetne szedni. Sector scanned. Az is vas, 42 vas van benne, és nem szedte össze. Ezt meg senki nem fogja összeszedni. Ezt jó szar helyre raktad le. Gratulálok, gyermekem. Anomaly analyzed. Na, szedd föl ezt. Anomália analizálva? Hogy állunk? 36 cent, még 3 nap kell neki. Jó, jó, nem baj, haladunk. Ezt a nagyon butát meg... Hát, meg jobb híján lezavarom ide, aztán dobd le itt. Hogy állunk? Szarul! Error issue. Lakókról itt mit kell tudni? 4 vénember van. De nincs üres rezidencia. Ez a 4 szenyor az lassan el fog patkolni. Én úgy érzem. Oké, 12-1, 10 napra elég a tartalék, 1-3-50 az jó, jó, jó. Áram, még mindig pluszban vagyunk, pedig már beütött az este. Jó! Oké, a stored és a kapacitás az egy izgalmas egységet mutat. Ezzel most nem foglalkozunk. Jó. Ez very much interesting. Több a tárolt, mint ami a kapacitás. Oké. Annyi baj legyen. Csak az a baj, hogy 570 millió van. Ez már még nem indult el. Ellenben nekem hatalmas szükségem lenne. Polimerre. Jó, metál. Metál. Metál az ész.
Mit csináljunk? Hát mit csináljak én most veletek? Szerintem azt fogom csinálni én most veletek, hogy idejövök itt, összegatyázzuk az összes polimert. Úgyhogy ez mondjuk a transportert kéne használni, állítólag azt tudja összeszedni. Jó, itt most innen összeszedem az összes polimert, ami elérhető a mappom. És hogyha ez megvolt, akkor hazavisszük, lerakjuk, és elköszönünk már egymástól. Na, van itt azért polimer. És a vas. Miért? 2,2 a demand, 4,4 a production. Ezt a hatot be lehet szedni. Ja, meg itt a hülye gyerek. Csórikám. Nem, polimert gyűjtögessél, drága fiam, polimert. Most ez a 10 most még nem kell. Jó, polimer. Igen, na ez baj. Kösz, Susa, jókor. Na mondjuk tényleg jókor, nem hazudok. Metál, az ott mi az ott, az ott nem lehet. Ezt is szedjed. Na jó, akkor ezzel telepakoljuk. A metál termelés az nem jó. /30, hát az még akkor el lesz egy darabig, mire megindul. 27/30. Na hol vagy? Ott a hegylábnál. Oké, ezt megjegyeztük, rendben? Ó, transport 2. Na hát akkor... Transport 2. Transport visszavág. Transport lázadása. Hol van a transport? Kettő. Ide. Még valahol anomália? Ó, anomália! Nagyon jó. Akkor Internet Explorer, hol vagy? Lerohadt. Resources are low. Ja. Nyisd ki. Közben itt a macska már teljesen megkettyent. A commander az. Igen. Jó lesz ez így, ki kell tolni az oszlopokat, nyilvánvalóan. Mi? Itt nincsen rá konnektálva, szerinted? Hogy nincsen konnektálva? Tehát te ide hogy nem van? A macska az itt nagyon nyílt. Ja, ezek még nem épültek meg, még nincs elég vasam. De van vas, akkor... Akkor tolmácsot kérek, mert most nem értem. Ez... Macska nem bír magával. Resources are low. Jó, Shepherd, gyere ide. De hallatszik hozzátok, hogy a macska nyíl? Szerintem igen.
összeszedett mindent, akkor oda. Transport 1, te meg... Oda. Nagyon... Érted, előadja a hattyú halálát, miközben kaptak enni. Kaptak rendes kaját. Van ki nekik még száraz, amiből akkor esznek, amikor akarnak. Jó van, kis szívem. Van vízük, az alom az patyolat tiszta, ma meg voltak fésülve, játszottam is velük, minden meg volt. Egy tippem van, azért nyíg, mert nincs itt az anyja. De hát csóközön, anyád nekem is hiányzik, hát életem. De megint megálltál, te nagyon hülye. Állandóan megáll az a hülye. Hol vagyok? Várjál. Eltévedtem a térképen. Meg vagyok. Hol vagyok? Csak tele van a ruhába. Na, közben elindult haza az egyik. Kajatermelésünk az még mindig egy katasztrófa. A vének elhullottak? Van még 18 belőlük. Na, szép lassan elhullanak. És elhullan a hosszú... És elhullnak, és a hosszú harc... Hogyan? És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. Azt hiszem így. Meg nem mondom most, hogy hirtelen, hogy ez miből van, de... Ezt tudom, erre emlékszem. Na! Valami áttörést, új technológiát. Adj nekem valamit, amivel lehet dolgozni. A transporter megtelt. Ez a transporter, ez nagyon rossz, gyerek. Jó van, kicsim. Funding received. Be nem áll a szája a macskának. Meg azt hittem, hogy a kutyával van baj, hogy folyton ugat már éve. Na, az aerogravitációs mellek pontosabban a számításhoz kész van. Úgyhogy most pörög. Anomaly analyzed. Extraction permit, az várja, az most melyik is tulajdonképpen? Ja, az összeomlott alagutak kipucolása, utána jön a kitámasztás, utána jön a lenti drón, utána jön a pains. Ez tök érdektelen nekünk. Úgyhogy... Ez jó, kevésbé ketyennek meg a föld alatti dolgozástól. Na jó, srácok, innen fogjuk folytatni, én most megyek és kiderítem, hogy mi a búbánatos baja van ennek a macskának. Életem, azt levered. Nagyon nagy szarban leszel. Bocókám, mit csinálsz te ott fent? Van. Egyek és macskát nevelek, jó? De innen folytatjuk. Én szokás szerint nagyon-nagyon szépen köszöntem a fantasztikus és odaadó figyelmeteket. Találkozunk legközelebb, addig is ne felejtsétek, Árti szeret titeket. Hello!